Különleges művésszel bővül május 11-i koncertjén a Collection zenekar. Mohai Tamás arszpoetikája szerint hozzáállásában jazz, életmódban blues, ritmikailag funky, politikailag pedig rockzenész. A szakma által egyik legelismertebb gitárosunk. Az Armstrongban lesz most szombaton 11-e, és most egy olyan vendéget látunk nagy szeretettel a soraink között, aki egy nagyon régi barátom, és 20 évente körülbelül megfordul Baján, ez a Mohai Tamás. Hát ez a jó ember, ez nagyon sok helyen játszott, és egy olyan ünnepélyes pillanat ez nekünk, hogy egy régi barátként ismét együtt zenélhetünk, hogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és örülnék, hogyha minél többen eljönnének, mert egy különleges alakról van szó. Mi akusztikus zenekar vagyunk, már nagyon régen játszunk együtt. Eleinte nem csak akusztikusan játszottunk, most már tulajdonképpen majdnem mindig. Egy kis pince zenekar vagyunk, egy kis klubzenekar. Tulajdonképpen 2-3 maradtunk, és ilyen akusztikus feldolgozásokat játszunk. A Mohai Tamás pedig a Faxliba kezdte a karrierjét valamikor 80-as években, és ezt most nagyon röviden, nagyon sok helyen előfordult. Legutoljára Berki Tamással játszott együtt, illetve a Bum Bum zenekar a tagja, de az Easttől az Eddán keresztül nagyon sok helyen játszott rövidebb, hosszabb ideig, többek között a KFT-be is hát sorolhatnám. Egy különleges zenei világgal rendelkezik az a jó ember, és a régi jó barátunk, úgyhogy ezért hívtuk meg. Ki tartozik a Collectionbe ma? Hát ma, azt mondja, 4:45, hát a Kalóz Attila énekel, az egy nagyon régi énekese, ugye, a Görgei Zoli fog most kongázni, illetve van a ütőhangszereken játszani. Én gitározok még mellette, és akkor így lesz a Mohai Tamás a mi vendégünk. És megpróbálunk valami különleges zenei élményt nyújtani azoknak, akiket ez esetleg érdekelhet. Nagyimi szerénysége nem a zenekar teljesítményét mutatja, hiszen a Collection mindig is kiváló muzsikusokat, kiemelkedően tehetséges zenészeket fogott össze. A koncertre kiválasztott repertoár olyan világhírű rockzenéket ölel fel, amelyeket a zenekar tagjai akusztikus változatban saját száj szerint feldolgozva adnak elő. Progresszív rockzenének gondolom én ezt, ami teljesen egyedi, furcsa és öntörvényi feldolgozások alapján esetlegesen játsszuk alkalomról alkalomra. Tehát nem felmondjuk a leckét, hanem a zenekar megpróbál kreatívkodni, és akkor így játszogatni önmagával. It's sweet too.